Két dolgot szeretnénk elérni az ilyen vetélkedőkkel. Egyrészt, hogy felhívjuk a figyelmet a pénzügyi fogalmakra, hogy azok milyen fontosak, és jó lenne, hogyha abban elboldogulnának a fiatalok. A másik pedig, hogy megismerjék a magyar államkincstárt. A pénzügyminisztérium pénzügyi tudatosságot fejlesztő stratégiájához kapcsolódóan indult az országos verseny. Borbély László András, az államkincstár pénzügyforgalmi elnök helyettese azt mondta, a fiatalok sok esetben ismeretek nélkül vannak a legegyszerűbb pénzügyet és gazdaságot érintő kérdésekben is. Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke, a verseny fővédnöke azt mondta, hangsúlyos az ifjúság ilyen irányú fejlesztése is. Azért hangsúlyos a dolog, mert ugye a fiataloknál kezdődik a dolog. Tehát otthon tanul meg az ember mindent. Ha otthon nem tud megtanulni, mert mondjuk a szülei még nem abban a világban nőttek fel, hogy ismerjék a pénzzel kapcsolatos műveleteket, akkor valakinek segítenie kell ezt számukra biztosítani. Ehhez legjobb, hogyha felkérjük a szakembereket, és ők elmondják nekik, vetélkednek egyet, és az már biztos, hogy megragad bennük. A pénzügyi általános ismeretek bővítése mellett a kincstár szolgáltatásainak megismertetése is cél volt. Annak ellenére, hogy tavaly közel 6000 ügyfél fordult meg az államkincstár ügyfélforgalmi irodájában, a szolgáltatások jelentős része nem közismert, mondta Borbély László András. A vetélkedőn 5 csapat közül a szekszárdi Gadai János gimnázium csapata diadalmaskodott.